Múlt héten még a meleg rekordok dőltek meg nap mint nap, a héten azonban már megérkezett a hideg időjárás, így az oltalom szeretett szolgálatnál jelentkezők száma is megnőhet a következő napokban. Az intézmény egész évben működteti a nappali melegedőt, elérhető a népkonyhai szolgáltatás és az éjjeli menedékhely is nyitott a fedél nélkül élők számára. A nappali melegedőn ugye ott igénybe vehetnek ügyintézéshez segítséget, ha valakinek mondjuk nevelőszülőknél van a gyermek, akkor kapcsolattartás, telefonos kapcsolattartásra, álláshelykeresés, lakás lehetőség keresése, pontosan lakhatás. Igazából bármiben igyekszünk segíteni. Ugye postai címként adják meg az intézményünket, tehát azokat is csak itt tudják átvenni, ha valamilyen hivatalos levelük érkezik, de tényleg azt mondom, hogy bármiben a kollégák mindenben igyekeznek segítséget nyújtani. Reggel 8-tól délután 6-ig kell a nappali melegedőnek nyitva tartani, az éjjeli menedékhelyeknek pedig este 6-tól reggel 8-ig kell ellátni a rászorulókat. Ezt tartalmazza az az új törvény, amely tavaly október 15-én lépett életbe. Az oltalom szeretett szolgálat intézményi keretek között körülbelül 300 embert lát el Nyíregyházán. Ehhez képest körülbelül 20-30 ember van az utcákon télen, így a helyi helyzet nem rossz ebből a szempontból. Az életbe lépett új szabályozás csomag tiltja az életvitelszerű utcánlakást, azaz az utcai hajléktalanságot. Már nem csak az önkormányzat által kijelölt területeken nem tartózkodhatnak hajléktalanok, hanem egyetlen közterületen sem. Az új szabály szerint első körben közérdekű munka szabható ki a hajléktalanra, de ha ezt nem vállalja, elzárás jön. A nappali melegedőnkön ott igazából nem vettük észre, nem volt ennek semmilyen hatása, nem volt érdekes módon a nappali nem nőtt meg a kihasználtságunk sem, viszont az éjjeli menedékhelyen ott a szokásos 110-120 fő helyett ott elértük a 140 főt, tehát inkább ott érződött, mert kis településekről idehozták be az önkormányzatok a hajléktalansággal veszélyeztetett vagy hajléktalanként élő embereket, viszont ők a tavasz beáltával vissza is mentek a saját településeikre. Most várjuk, hogy vajon vissza fognak-e jönni. Az intézményben dolgozó szakemberek száma elegendő, viszont önkéntesek segítségét szívesen fogadnák. Nagy Judit szerint, mivel sokan nem ismerik ezt a területet, így előítéletekkel gondolnak rá, ezért egyáltalán nem jellemző, hogy jelentkeznének az oltalom szeretett szolgálathoz. Pedig akár az adományok válogatásában, vagy az idősek otthonában akár csak beszélgetéssel vagy közös társasjátékozással is fontos szerepet tölthetnének be az önkéntesek.